1998. december 6-án, vagyis pontosan ma 25 éve kezdte el készíteni műsorait a Kiskörös Televízió. A negyedszázados születésnap alkalmából az elmúlt hetekben múltban néző sorozatot indítottunk, amelyben az elmúlt évtizedek híreiből válogattunk. A Kiskörös Televíziót annak idején Csányi József álmodta meg, hozta létre és működtette 21 évig. 2020-ban az általa működtetett Kunság Média Kft-t megvásárolta az önkormányzat. 5 évvel ezelőtt a Kiskörös Televízió 20 éves jubileumán Csányi József összehívta mindazokat, akik az elmúlt két évtized alatt valamilyen módon kapcsolódtak a Kiskörös Televízióhoz és az akkor még működő Kunság Rádióhoz. 2018-ban a 20. születésnap alkalmából Kis Kriszta, az akkori főszerkesztő készített egy összeállítást, melyből a következő percekben felidézünk néhány visszaemlékezést és néhány vidám pillanatot a Kiskörös Televízió elmúlt évtizedeiből. 97. októbertől kezdtünk el csinálni a helyi kábelhálózatot, és hát azt reméltem, hogy az akkori 1400 előfizető majd egy kicsit szaporodni fog, mert én azt kevésnek találtam. És amikor így próbáltam megszólítani az embereket, hogy gyertek, jó kis csatornák vannak, egyebek, gyertek, fizessetek elő a kábel tévére, akkor az emberek valahogy nem voltak abban a hangulatban, mert azt mondták, hogy megoldjuk másképpen, nem sürgős. De mondom, legalább a helyi tévét legalább látjátok. Jó, hát az a helyi tévé, az most nem olyan, mindegy, nem tudom. És akkor eldöntöttem, hogy ide kell egy nagyon jó húzó erő, egy nagyon jó helyi tévé, ami húzza a kábelhálózatot, ami behúzza az előfizetőket a kábelhálózatba, és úgy érzi majd a kiskörösi lakos, hogy nem tud meglenni tovább a kábelhálózat nélkül, azon belül pedig Kiskörös tévé nélkül, mert az aztán így is lett, hál' Istennek. Így aztán 98. december 6-án elindult a Kiskörös tévé névre a hallgató csatornánk, és azóta is tartjuk ezt a műsorrendet, hétfő, szerda, pénteken új adással, már akkor is, és igyekeztünk berakni olyan aktualitásokat, olyan történéseket, ami Kiskörös életében jelentősnek számítható, és érdemes közzétenni, érdemes a tévében megnézni, visszanézni, ha valaki ott volt esetleg, és ez többnyire sikerült is, főleg a gyerekekkel sikerült nagyon jó előfizetőket szerezni, hiszen a nagypapa, nagymama megunta, hogy a szomszédba kell járni az unokáját megnézni, amikor szerepel, és úgy gondolták, hogy akkor már pedig ők előfizetők lennének. És ez akkor így össze is jött, sikerült is. És abban az időben talán úgy gondolom, hogy a Kiskörös TV hozta is az előfizetőket. Később aztán, amikor több lehetőség is kezdett nyílni a helyi lakosok számára, mondjuk egy kábeltévézést kiváltó szolgáltatót keresni, akkor előfizető megtartó szerepet szántunk ennek a helyi tévének, és mindig nagy odaadással csináltuk, mert ez egy valamire való városnak van egy normális helyi tévéje, aki az előbb említett történésekről, jelentős dolgokról hírt ad, eseményt ad. Így azoknak is információjuk van a városokról, akik valamilyen okból nem tudtak bejönni egy-egy rendezvényre, vagy egy testületi ülést is meg tudnak nézni, akár élőben is, mert azt élőben is közvetítjük már kezdetektől, és így jobban tudja a történéseket, aki Kiskörös TV néző. A Kiskörös Televízió első főszerkesztője Csorvási Kata volt. Tőle nagyon sokat tanultunk. Nagyon nagy feladat és nagyon nagy felelősség volt egy olyan városba első adást, első műsort készíteni, ahol korábban még nem volt. De ugye én Halasról jöttem, a Halas TV-ből, ott már összeszedtem egy kis tapasztalatot, utána dolgoztam a Magyar Televíziónak, a Szegedi Körzeti TV-nek, a Duna TV-nek, és azért ott ragad az emberre egy kis szakmaiság.
De nekem nagyon szerencsém volt, mert itt olyan lelkes csapat fogadott, akik a szakmaiságot úgy szívták magukba, mint a szivacsot, és utána nagyon könnyű volt velük dolgozni. Önálló munkára voltak képesek, és hát pillanatok alatt megtanulták a televíziózás alapjait.
20 évvel ezelőtt a felkonferálások jó részt a város utcáin, terein, parkjaiban készültek. Kitéve a környezeti hatásoknak, súgógép hiányában adottak mosolyra fakasztó szituációk. Tra-la-la-la-ulla-gulla. Kedves nézőink! Ilyen nincs. Kedves nézőink, a Bács-Kiskun megyei. Jó napot kívánok, harangozzunk egyet. A Bács-megyei krónika után harangozást hallhatnak 3,5 órában. Nincs több? Bekukucskáltunk a Western Bar előtt felállított bokrácsokba, és... Na, kezdjük el. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Simosot. Én is. Ilyen nincs. De semmit nem csináltam. Na, komolyan. Hány perces? 180 perces kazetta van benne? Van még. Oh. De állítom, hogy tehetségesebb, mint egy Ledersertaskandeskó, Tepeteskó, Ezt a részét értettük. Az egészet kellene, hogy? Ez most jó, hogy mai adásunk végén a szüreti napok alkalmából... Miért rontom el most? Jó napot kívánok, kedves nézőink! Lassan véget ér a nyár, egyre rövidebbek a nappalok, elkezdődött a szüret is, a legkorábbi szőlőfajták már borrá érnek. Kiskörös, olyan bonyolultat írtam, hogy nem fogom tudni elmondani. Én. Jó napot kívánok! Mi? Nincs több a vaviron! A szüreti napok eseményei között az autósok is megtalálhatták a maguk számára megfelelőt, hiszen 4-én szombaton a Julius Menny parkolójában Mihály László. Jó napot kívánok, köszöntöm a Kiskörös Televízió valamennyi kedves nézőjét. Mai műsorunkban először a szeptember 5-én vasárnap délelőtt rendezett Nem tudom, 3 szót akartam egyszerre kimondani. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Augusztus 20-án nem csak a Kiskörös városi ünnepségre voltunk hivatalosak, hanem egy egészen másfajta ünnepségre is. Dulai István tanyáján István napi vigasságokat tartottuk. Tartottunk, nem mi tartottuk. Dulai István tanyáján ugyanis rendhagyó Szent István napi névnapot tartottak. Elnézést, jaj! Lesz eső, csak azt akartam kérdezni. Nem lesz eső. Bocs. Na, akkor most újra kezdjük. Jazz. A színpadon a táncosok... Zében, jazz. Jazz. A szüreti napok alkalmából stábunk nagyon sok felvételt készített. Biztosan önök közül is sokan várják a divat bemutatót. Nem kell tovább várniuk, most ez következik. Mi? És oda? Köszöntöm a Kiskörös Televízió valamennyi kedves nézőjét. Ha péntek, akkor telenovella. Azaz a Perla Negra, azaz a Fekete Gyöngy. Milyen nap van ma? Péntek. Mert? Jó estét kívánok, köszöntöm a Kiskörös TV ma esti nézőit. Mától minden pénteken velem találkozhatnak majd itt a televízió csatornán, ezen a csatornán, ebben az időpontban. Ha ma néznek bennünket és miért ne tennék, akkor a Perla Negra című argentin telenovellát láthatják majd hamarosan. A következő rész címe... Na ezt
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Mától minden pénteken este találkozhatnak majd velem, no meg a Perla Negra nevű. Jó napot kívánok, kedves nézőink! A harci ösvény hadijáték helyszínéről jelentkezünk, ahol a kiskörösi vegyvédelmi laktanya. Mi ez? Ez a gyerdő. De laktanya. Igen. Vévé laktanya. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a hadi ösvény harci játék helyszínén... Nem tudom elmondani, nem igaz. Az előbben harci ösvény hadi játék. Harci ösvény hadi játék. Hadi ösvény harci játék. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! Akik rendszeresen nézik adásainkat, azok tudják, hogy hétfőn a sporté a főszerep. Ma is így lesz ez, azonban mielőtt elkezdjük a mai... Spermanegránkat. Kedves nézőink, ennyi volt a Kiskörös Televízió mai műsora. Kérem, tartsanak velünk, ne tartsanak velünk, mert... Figyelj, nekem már otthon kéne lennem. Nem vagy kiégve, ugye? Arca. Kiégve? Á, nem annyira. Hát hogy nézesz ki? Kata, nézd már meg, mint valami, mintha lisztes zsákba ugrottam volna. Süket. Bács-Kiskun megye már az 1930-as években is híres hírhet volt arról, hogy Magyarországon elsőként szerepelt a bűnözési statisztikában, azóta is így van ez. Milyen változtatásokra számíthatunk? Javul-e ez a helyzet? Hát először is szeretném megnyugtatni az itt élőket, hogy nem van elnézést. Bács-Kiskun megyében az 1930-as évek óta a bűnöldözés első helyen szerepel. Ah, bocsánat. Igen, ez jó. Rossz hatással vagyunk egymással. Képernyőképes vagyok? Hallasz is, amit mondok? Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb új adással pénteken este jelentkezünk. Ismét iskolakezdésről lesz szó, de ekkor most a középiskolákat érintő. Mit csinál? Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! A Kiskörös TV mai műsorában ismét az iskolakezdésről lesz szó. Most a középiskolások figyeljenek majd, hiszen a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolába, valamint a Vattai Középiskola és Szakiskola igazgatójához látogattunk el. Augusztus közepén a Pohanvin Kft. Festőkből álló alkotótábornak adott otthon. Mit adott otthon? Szeptember 1-én új sugárzó rádió indul városunkba, a 91,7 MHz-en a Kunság Rádió. Erről készült riportösszeállításunkkal zárjuk mai műsorunkat. Ez így jó lesz. Hát dehogy riportösszeállítás. Szöveg nem lesz jó. Ja jó, azt hittem, hogy... A kiskörösi szüret 2000 és... De ne vigyograkjál rám, mert így nem tudom megcsinálni. Olyan kajánul néz, ilyen nincs. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb új műsorral szerdán este 18 órakor jelentkezünk. Akkor az amerikai űrkutatás történetét... Tudom. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb új műsorral szerdán este... Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kiskörös Televízió valamennyi kedves nézőjét. Önök bizonyára már megszokták, hogyha szerda este van, akkor folytatjuk az amerikai űrkutatás történetéről készült NASA című sorozatunkat.
Ezután összefoglalót láthatnak a hétvégén akasztón megrendezett harmadik Mustang kupáról és a milléniumi napokról. Műsorunk végén pedig egy összefoglalót láthatnak Kiskörösváros képviselő testületének szeptember 13-án megtartott üléséről. Kérem, tartsanak velünk! Emlékeznek még Paca című műsorunkra, mellyel az akkori fiatal műsorkészítők 15 évvel ezelőtt 2003-ban díjat nyertek a Kamera Hungária televíziós műsorfesztiválon. Ma is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Most nézzünk meg néhány adás részletet a Paca című műsorból. Sziasztok! Ez itt a Paca, egy ifjúsági műsor, mely két hetente péntekenként fog jelentkezni itt a Kiskörös TV-ben 6 órakor. Ebben a műsorban veletek fogunk foglalkozni, és azokkal a témákkal, amelyek titeket érintenek. Többször ellátogatunk majd az iskolátokban, és ott fogunk riportokat csinálni, és ott fogunk majd ezzel a kamerával működni, és ezt minden második hétben megnézhetitek a tévében, hiszen ti lesztek majd a főszereplők. Várjuk azon osztályok jelentkezését, akik késztetést éreznek a szereplésre, és arra, hogy bemutatkozzanak. Akasztják a Hóhér című műsorunk azért lesz majd érdekes, mert azokkal fogunk riportot csinálni, akik titeket tanítanak, megtudhatjátok azt is, hogy milyen diákok voltak a tanárok egykoron. Ezen kívül állandó rovatként láthatok majd programajánlót, valamint a Kunság Rádió aktuális slágerlistáját. Várjuk a ti hozzászólásotokat is. Ebben az első adásban még egy kicsikét puskáznom kell, ugyanis egy új e-mail cím született, ez a pacatv@freemail.hu, erre írhattok ugyanis a hét bármely napján a nap 24 órájában, úgyis elhelyezünk az iskolátokban egy pacatv feliratú kis ládácskát, amiben szintén a ti hozzászólásotokat várjuk, hogy mi a véleményetek, mit szeretnétek látni ebben a tévében, és hogy miért tetszik, miért nem tetszik a műsor, és természetesen minden véleményt figyelembe veszünk, és úgy fogjuk alakítani ezt a műsort. Szeretnénk, hogyha ti is részt vennétek ennek a műsornak az alakításában, hiszen a ti véleményetek is nagyon-nagyon fontos a számunkra. Tehát még egyszer az e-mail cím, ami talán majd megjelenik a technikusok révén itt alul, pacatv@freemail.hu. Időutazás következik 2006-ban. Vattai tisztések, figyeljetek, mert most ti következtek itt a Paca adásában. Sziasztok! Mi vagyunk a 15. cél a Pacaiból, köszönjük a Pacát, nézitek! Sziasztok! Ez itt a Paca, és ezen a héten is. Miért mondom én ezt a hetet? Semmi baj, mehet még egy. Sziasztok! Ez itt a Paca. Ma is sok-sok érdekességgel jelentkezünk. Mielőtt azonban belevágnánk mai fél óránkba, szeretnénk megköszönni nektek a visszajelzéseket, melyet az elmúlt... De miért nézel rá mindig? Ugye én azt hiszem, hogy akkor elrontom. Mielőtt azonban belevágnánk mai fél óránkba, szeretnénk megköszönni nektek a visszajelzéseket, melyeket az múlt... Mi van? Most mi van? Ránéztem. De mondtam, hogy ne nézz rám. Véletlen volt. Aj. Jó van, na! Bocsánat. Most mehet. Ennyi lett volna már a Paca. Mehet? Ja. Én nem bírom így elmondani. Szebben mond, légy szíves. Gábor. Gábor. Mehet, de ne így mondd, hogy mehet, hanem szépen. Anita. Na, akkor menjen. Léci, Anita, léci, 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 léci. Oké. Okay. Na, mi van? Mondjad. Ja. Mondhatom? Na, mehetünk? Mehet. De várja már, se tudom, mit... 12B ott kell kezdeni. Ja. Kilátszik a mikrofonon. Mit mondtam az előbb? Menjen már! 12B. Megetszem, mehet, jó? Elérkeztünk mai adásunk legvon. Elérkeztünk a mai adás legfontosabb pontjához, vagyis a sztárosztály bemutatásához. Nézzétek! 1998.
akkor lettem alpolgármester. Ezért mondom, hogy szinte együtt értük át. Óriási hiányát láttuk akkor a városban, hogy nincs helyi tévénk. És végtelen nagy öröm volt, hogy Csányi úr elindította akkor a helyi tévét, és azt láttuk akkor is már, 98-ban is, hogy az igény az nagyon nagy, az érdeklődés nagyon nagy, és szükség van a helyi médiára. Az, hogy eltelt a 20 év, szinte észre se vettük, csak a hajam színén látszik, és az, hogy a tévének a technikai állománya sokkal, de sokkal modernebb, és sokkal, de sokkal szebb, és jobb adások vannak már, mint 20 éve. És azt gondolom, hogy jó döntés volt 20 évvel ezelőtt. Remélem Csányi úr is így gondolja, hogy megindult a helyi televízió. A közéletnek meghatározó része. Még most is, az internet világában is egy meghatározó üzenőfalunk a helyi tévé, és az idősebb korosztály egyértelműen nagyon sok információt kap, és nagyon sok információt küldhetünk a televízión keresztül, a közéletből, a mindennapos elképzeléseinkből. Nekünk, városvezetőknek ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen média felületen tudjuk tájékoztatni a kiskörösieket, mint minőségben, mint hozzáállásban és színvonalban. Ezzel most önöket szerettem volna egy kicsit dicsérni, megérdemlik, szeretném hozzátenni, mert nagyon jó a televíziónk, mindenütt ott vannak, nagyon sok feladat ez, ezt én tudom, mert én is ott vagyok mindenütt.